Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják. Mai vendégünk Görgény Ernő polgármester, üdvözlöm. Jó napot kívánok! A Gyulahús Kft. Részvénytársasággá alakításáról is tárgyalt legutóbbi ülésén a képviselőtestület. Eddig három ajánlat érkezett, ezek egyelőre értékelés alatt vannak. Első témánk a Gyulahús Kft.-vel kapcsolatos. Eredetileg úgy nézett ki a dolog, hogy jövő február végéig kiderül, hogy ki lehet a cég pénzügyi befektetője. A legutóbbi képviselőtestületen mégis más döntés született, kitolták ezt a határidőt. Miért került sor erre a döntésre? Ezt a határidőt nem változtattuk meg. Annak a határidejét érintően hozott döntést a képviselőtestület, hogy a részvénytársasággá történő átalakítás kérdésében állásfoglal a testület. Megvizsgáltuk a részvénytársasággá történő átalakítás előnyeit, hátrányait. Egyértelműen az látszik, hogy előnyös lenne átalakítani, azonban pont most, amikor van egy akvizíciós folyamat, egy folyamat, amikor tőkebevonást tervezünk, most nem lenne szerencsés ezt meglépni, ezért későbbre halasztotta ezt a döntést a képviselőtestület. Az a határidő, az most is áll, november 20-áig lehetett ajánlatokat tenni a nyilvánosan meghirdetett hirdetményre, amely határidőben három ajánlat érkezett be. Ezeknek az ajánlatoknak a kiértékelését most egy bizottság fogja elvégezni. Ez a bizottság jelentést készít a képviselőtestület számára, és a képviselőtestület a jövő év elején fog ezzel foglalkozni, és állást foglal, döntést hoz arról, hogy a három pályázó közül mindegyikkel folytatjuk a tárgyalásokat, vagy pedig közülük csak valakivel, valakikkel. A két ügy mennyiben függ össze, illetve befolyásolja egyik a másikat? Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság átalakítást elhalasztottuk, nem befolyásolja egyik a másikat. Itt arról van szó, hogy a gyulahús hosszú távú fenntarthatósága érdekében, a gyulai húsipar hosszú távú fenntarthatósága érdekében egy nagy léptékű fejlesztésre van szükség. Jelenleg a vállalat két telephelyen termel, bent a Békesugár úton, itt van a szárazáruüzem és az irodaház, kint pedig a kétegyházi úton a hűtőház és a húskészítménygyártás. És ezt a két tevékenységet szeretnénk egy telephelyre összevonni, ez pedig a kétegyházi úti telephely lenne, ezért ott egy új szárazáru gyárat kellene építeni. De azért is kellene új szárazáru gyárat építeni, mert ez a jelenleg itt a Békesugár úton egy korszerűtlen régi technológián alapszik minden értelemben, korszerűtlen energetikailag, a gyártás technológia tekintetében is sokkal korszerűbb megoldások vannak. A lényeg a hatékonyság növelés, azaz az, hogy a termelési költségeket leszorítsuk, ezért akarjuk az energetikai költségeket leszorítani és észszerűbbé tenni a termelést. Ugyanakkor kapacitásnövelést is szeretnénk végrehajtani ezzel a beruházással. Évi 2200 tonnáról 4000 tonnára kívánjuk növelni a termelési kapacitást, így több terméket tudnánk gyártani. Hiszünk abban, hogy vannak felvevő piacok, hiszen folyamatosan az exportpiacunk is fejlődik, mióta túl vagyunk az orosz export embargóján, ahonnan ugye az Európai Uniót kitiltották. Ezért azt gondoljuk, és arra számítunk, és ezt komoly tanulmányok is alátámasztják, hogy a jövőben ezzel a termelés növeléssel és a költségek csökkentésével tovább javítható a vállalat eredményessége, így a hosszú távú fenntarthatósága biztosítható. Ráadásul egy iparbiztonsági kockázatot is megszüntetnénk, hiszen a Békesugár úton 3,3 tonna ammónia van a gyár területén, amely a hűtőrendszer működtetéséhez szükséges. Ez sem szerencsés egy ilyen lakókörnyezetben és intézményi környezetben, iskolák, óvodák szomszédságában. Ez pedig egy 13 milliárd forintos beruházás, amelyhez legfeljebb 5 milliárd forint állami támogatás vehető igénybe, ha nyer a pályázatunk, tehát még 8 milliárd forintra szükség van önerőként. Viszont ez a 8 milliárd forint az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére, az állam pedig közvetlenül több támogatást már nem adhat uniós szabályok miatt. Ezért van szükség egy tőkebevonásra. Ezért hirdettük meg ezt az akvizíciót, és ennek a folyamatában vagyunk most éppen benne. És miért várható az, hogy később alakul részvénytársasággá a cég?
Azért, mert jelenleg egy KFT formájában működik, és egy átalakulás az meglehetősen hosszadalmas folyamat, különféle stádiumai vannak, mérlegeket kell készíteni, könyvvizsgálókat kell bevonni, egyszerűen a két eljárás az nem segíteni egymást, hanem akadályozna egymást, ezért kell megvárni, hogy ez az akvizíció ez sikeres lesz-e, és ha igen, vagy ha nem esetleg akkor is, utána lehet átalakítani a részvénytársasággá. Mindez nem befolyásolja a befektető kiválasztását? Nem, ez nem befolyásolja a befektető kiválasztását, hiszen egy korlátolt felelősségű társaság üzletrésze éppen úgy forgalomképes, meg lehet vásárolni, mint egy részvénytársaságnak a részvénye. Ezekben a napokban is zajlik a munka Gyula külterületén. Puskás Lajos erdőmérnök irányítása mellett tölgyerdőket telepítenek. A napokban is zajlanak a faültetések Gyula külterületén. Egészen pontosan most mely területeket érint a munka? Nagyszabású erdőtelepítési programot hirdettünk meg 2019-ben a választási programunkban, a zöld gyűrű programot, aminek a kiinduló pontja az, hogy Gyula Békés megyében az a település, ahol a legnagyobb arányban vannak jelen a város külterületein az erdőterületek. Az erdők nagyon fontosak, a biodiverzitás, a biológiai sokszínűség fenntartása miatt is, másrésztről pedig az egészségesebb klíma, az egészségesebb levegő miatt is. Az a helyzet, hogy a városnak a nyugati, az északi és a keleti részein nagyjából azt kell mondjam, hogy egybefüggő erdőfoltok vannak, azonban a déli részeken meglehetősen hiányosak az erdőfoltok. A mi programunk lényege, hogy délen kialakítjuk a megfelelő erdőket, ezáltal egy zöld gyűrűt hozunk létre a város körül. Most ennek érdekében zajlanak a munkák, illetőleg most be is fejeződött egy részük a múlt héten. Egy 3,5 hektáros tölgyes erdőt telepítünk a szennyvíztelep területén, és a Kálvária domb mögötti önkormányzati tulajdonú ingatlanon pedig egy 9,8 hektáros erdőt telepítünk. Ez utóbbihoz nyertünk pályázati támogatást is, egy 12 éves időszakra szóló finanszírozást, aminek a lényege, hogy mindig az elvégzett munkák leigazolása után fizet az állam, ezért így 12 évre különféle részletekben kapjuk meg ezt a pénzt, hiszen egy erdő telepítése az évről évre ismétlődő rendszeres munkálatokkal jár, nem elég csak elvetni a makkot, mint ahogy ez most megtörtént a múlt héten, hanem utána azért az utógondozásnak is nagyon fontos szerepe van. De még ezen felül az idén most nyertünk egy 2,77 hektáros terület erdőtelepítésére is állami támogatást, ezt a munkálatot jövőre fogjuk elvégezni. Ezek tölgyes erdők, ami azt jelenti, hogy jó részt tölgyfákból állnak, de őshonos elegyfajokat is telepítenek közé, mert így sokkal egészségesebb és ellenállóbb lesz az erdő, és hát ezt megkívánja a szakmaiság. A megye, sőt a Délalföld egyik legjobb erdőmérnökére, Puskás Lajos mérnök úrra bíztuk a tervezést és a telepítésnek a felügyeletét, valamint az utógondozásnak a felügyeletét is, úgyhogy jó szívvel mondom, hogy a legjobb kezekben van ez a feladat. Az elképzelhető-e, hogy ahogy ezek a fák elkezdenek felcseperedni, akár kiránduló hely, vagy valamilyen szabadidős rekreációs célt is szolgáljon ez a terület? Igen. Majd a mostani óvodásoknak, általános iskolásoknak mindenképpen. 10 évvel ezelőtt már ültettünk körülbelül 10 hektáros erdőt a Kálvária mögött, az most úgy embermagasságú. Tehát 10 év múlva, amit most elültettünk, az embermagasságú lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy az egy 20 év múlva, 30 év múlva lesz olyan kiránduló erdő, ami már megadja azt az erdőélményt, amire vágyunk, de hát valamikor csak el kell kezdeni, hogy egyszer igazi erdő legyen. Tett a város egy bátor vállalást a következő évekre, egészen pontosan mekkora területet szeretnének erdővé alakítani a következő években vagy évtizedben? Azt vállaltuk, hogy 2030-ig 100 hektár erdőt telepítünk a város határában.
hogy állnak ezek a munkálatok, gondolom még a tervezés szintjén. Igen, hát most ugye elvégeztük ezt az imént ecsetelt munkát, és már a kollégáim keresik azokat az újabb területeket, amelyek egyrészt a művelési ág tekintetében alkalmasak arra, hogy ott erdőt telepítsünk, megfelelő az elhelyezkedésük, és a föld minősége is alkalmas arra, hogy oda erdőt telepítsünk, mert akármilyen földbe, például szikes talajban nem lehet erdőt telepíteni. Egy hangú döntéssel fogadta el a gyulai képviselőtestület a város klímastratégiáját. A dokumentum kijelöli a döntéshozók számára a következő évek munkájának irányát. Nyilván elsősorban a önkormányzat vagy a város felé tesz vállalásokat, viszont mi az, amit az egyszeri polgár, tehát hogy bárki megtehet annak érdekében, hogy élhetőbb legyen a település mondjuk pár évtized múlva? A stratégia az egyrészt egy helyzetfeltárást tartalmaz, másrésztről egy prognózist, hogy milyen folyamatok várhatók, hiszen a klímaváltozás korát éljük, és azon persze lehet vitatkozni, hogy az emberi tevékenységhez mennyiben járul hozzá, de hogy van klímaváltozás, szerintem azon kár vitatkozni, mert érezzük a bőrünkön. És bizony az előrejelzések alapján ez egyre súlyosabb lesz, az elkövetkezendő évtizedekben egyre több lesz a forró napok száma nyáron, a hőhullámok egyre gyakoribbak lesznek, kevesebb lesz a csapadék, és megnő az évi közép hőmérséklet, közép, átlagos közép hőmérséklet. A klímastratégia ezekhez képest alapvetően három célcsoportot fogalmaz meg. Az egyik célcsoport az úgynevezett dekarbonizációs és mitigációs célcsoport. Ez azt jelenti, hogy meghatározó elméletek szerint a széndioxid kibocsátás és bizonyos üvegházhatású gázok kibocsátása hozzájárul, vagy ez okozza a klíma felmelegedését. Tehát ezeket a gázokat kellene csökkenteni, ez jelent a mitigáció csökkentés. A másik célcsoport pedig az adaptáció. Kétségtelen tény tehát, hogy növekszik a hőmérséklet, és ehhez hogyan tudunk idomulni, hogyan tudunk ehhez az életvitelünkkel, az épületeink, a növényzeteink védelmével valahogy idomulni. És a harmadik, most alkalmazkodni, a harmadik célcsoport pedig a szemléletformálás. Na most a szemléletformálás, ez nagyon fontos kérdés, hiszen ez ad majd konkrét javaslatokat az embereknek arra vonatkozólag, hogy mi a helyzet, és ők maguk mit tehetnek a saját életükbe. Hiszen a klímaváltozással kapcsolatban minden bizonnyal jelentős szerepük van a nagy nemzetközi konferenciáknak, de nekünk, embereknek a hétköznapi életünk során az életmódunkkal legalább annyi, hanem sokkal nagyobb befolyásunk van a világ alakulására, a klíma alakulására. Ezért is fontos az a kérdés, amit szerkesztő úr feltett. A stratégia az nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az épületeink energetikai korszerűsítése nagyon nagy mértékben csökkenti az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását. Ilyen programoknak az igénybevétele az nagy hozzájárulás ezekhez a célokhoz. Én bízom benne, hogy az elkövetkezendő években is lesznek olyan állami programok vagy uniós programok, amik segítséget adnak az embereknek a társasházak, illetőleg a családi házak energetikai korszerűsítéséhez. Minden esetre mi az önkormányzatnál ezt tovább fogjuk folytatni, hiszen az elmúlt években is ezt ahol csak lehetett, megoldottuk. A másik, ami nagyon fontos, az alternatív energiaforrásoknak a használata, megújuló energiaforrásoknak a használata, így például a napelem programban való részvétel. Itt persze számos kérdés vetődik föl, amelybe most bele sem szeretnék menni, de egy biztos, hogy érdemes ezzel foglalkozni. A csapadékvíznek a visszatartása és az újbóli és a felhasználása öntözésre, ez is egy nagyon jó lehetőség, erre is kitér a stratégia, ezt is valamennyien otthon, családi házakban, nyaralókban meg tudjuk oldani. Ezzel egyébként védjük a vízbázisainkat, és hát kertészek szerint a növények a legjobban a csapadékvizet szeretik, az használ nekik a legjobban. És hát az életmódunkat tekintve nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy egészségesebb környezetben éljünk és hozzájáruljunk a klímavédelemhez. Például, hogyha minél kevesebbet használjuk a gépkocsinkat, a robbanó motoros gépkocsinkat, bár megjegyzem, hogy
Én azokkal értek egyet, akik szerint az elektromos járművek elterjedése nem lesz megoldás. Nem hiszek abban, hogy az elektromos járművek elterjedése lenne a klímavédelem és a környezettudatos életmódnak a kulcsa. Szerintem az a legjobb, hogyha amikor csak tehetjük, akkor nem gépjárművel közlekedünk, hanem kerékpárral közlekedünk, vagy gyalogosan közlekedünk. Ennek érdekében egyébként a stratégia további kerékpárút építéseket és felújításokat tartalmaz. A városnak miben kell a leginkább előrelépnie, és az utolsó kérdés, mert lejár a műsoridőnk. Az elmúlt időszakban ugye voltak törekvések ezzel kapcsolatban, akár az is, hogy mondjuk a szennyvíz vezetékek megújuljanak, vagy hogy az épületeket korszerűsítsék, újfajta növényeket ültettek ki a város területein. Szóval mi az az egyetlen pont, amiben a legnagyobb előrelépésre számíthatunk a következő években, vagy a legnagyobb változásra? Szerintem a két legfontosabb terület a zöld értékeink megtartása és gyarapítása, a másik pedig az energetikai korszerűsítése az épületeinknek, közintézményeknek. Az első körben nagyon fontosnak tartom nem csak azt, amit a közterületeken végzünk, hogy felújítjuk parkjainkat, gyarapítjuk a közterületi növényzeteket. Most ezekben a napokban is egyébként közel 200 fát ültetünk a város különféle utcáin és terein. Tehát nem csak erdőt ültetünk, hanem folyamatosan évről évre körülbelül 200 fát ültetünk el a városban. Új fasorokat, illetőleg kipusztult fák pótlása képpen is ültetünk. Cseréket ültetünk, a cserjeszint telepítésében az elmúlt évben nagyon sokat léptünk előre, ez nagyon fontos kérdés. És ami még nagyon fontos, hogy a magántulajdonú ingatlanoknál is oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő zöld felületek meglegyenek. Van egy trend a városban, ami ellen próbálunk küzdeni. Az az, hogy egy telekre próbálnak minél több lakást összezsúfolni. Hiszen ez jó profitot ad az építkezési vállalkozásoknak. Támogatjuk a gyulai vállalkozásokat, a profit a piacgazdaságban nagyon fontos, ezzel nincsen gond, csak az egyensúlyra kell törekedni. Legyen profit, de legyen zöld felület is. Mert hogyha túl sok lakás zsúfolnak össze egy területre, akkor nagyon lecsökken a zöld felület, minden autóhoz, minden lakáshoz legalább egy, de inkább kettő autó szokott tartozni, ezeknek ugye telken belül elhelyezés esetén burkolatra van szükség bent az udvarban, már alig van zöld felület. Hogyha kint helyezik el a ház előtt, akkor ott burkolják le, akkor ott nem lesz zöld felület, vagy rosszabb esetben egyik helyen sem. Jön a hőség, és ezek a burkolt felületek sugározzák a hőt. A falak sugározzák a hőt, és hosszú távon így élhetetlen lesz a város. Ezért próbálunk a helyi építési szabályzat eszközeivel is küzdeni az ellen, hogy túl nagy arányban legyenek ezek a burkolt felületek és beépített felületek, de szemléletformálásra is azt gondolom, hogy még többet kell fordítani az elkövetkezendő időbe. Tehát a magántelkeknél, a magáningatlanoknál is nagyon fontos a zöld felületeknek a védelme és gyarapítása. A másik dolog pedig az energetikai korszerűsítés. Az elmúlt években számos intézményünknél ezt megvalósítottuk. Alternatív, illetőleg megújuló energiaforrásokkal fűtünk számos épületet, több önkormányzati intézményben már a gáz sincsen bevezetve, ezt a munkát kell tovább folytatni, és azt gondolom, hogyha ezeket 2030-ig, illetőleg 2050-ig terv szerint megvalósítjuk, akkor tudni fogjuk a főbb célkitűzéseinket teljesíteni. Ennek megfelelően 2030-ra már 19%-kal szeretnénk a városnak az ÜHG üvegházhatású gázkibocsátását csökkenteni. Legyen úgy, reméljük sikerül elérni a célokat. Műsoridőnk lejárt, nézőinknek köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!